Minden közreműködő speciális segítséget kap a forgatás előtt, közben és után. Hallani lehet, ahogy mászkálnak. Nem tudom, miért vannak itt, de talán azért, mert túl sok holmim van. A patkányok igazából fentről jöhetnek. Egyszer elmentem aludni, és azt gondoltam, ez meg mi a fene. És egy kis patkány volt az ágyban, a párnámon aludt. Andy? Igen? Ugye tudod, hogy van itt egy? Most? Ebben a szobában, igen. Ott van még? Sussex nyugati részén található Lansing csodás tengerparti települése. A tágas partjairól híres helységet Anglia legnagyobb falujának nevezik. Ez a ház azonban nem szerepel egyik képeslapon sem. A konyha, a két hálószoba és a nappali is igazi káosz. És itt találjuk a kutyát, Two Socks-ot, valamint gazdáját, Judith-ot. Egek, nehéz lélegezni ettől a sok mindentől. Sírni tudnék tőle. Furcsa, mert hogy lehet ez az életem? Hogy történhetett mindez? Ennek semmi értelme. Miután évtizedekig albérletben lakott, ez Judith első saját otthona, de nehezen tud úrrá lenni rajta. Hát, ennek kéne lennie itt a fő hálószobának. Az ablak nyitva maradt, szóval kicsit hideg van. Jó lenne, ha be tudnám csukni. Itt is hasonló a helyzet. Van egy hatalmas könyvespolc, amely nem férne be a másik szobába, és attól nem lehet mozogni. Igazából nincs szükségem ennyi mindenre. Ez az irónia az egészben. Mindig is arról álmodtam, hogy minden holmim belefér az autóba, és akkor bárhová elmehetnék. Igazából itt töltöm a legtöbb időt, itt élünk. Ez az ágy pedig multifunkciós. Ez a ház sosem lett az igazi otthonom, és ennél jobbat érdemelne. Kár, hogy ez lett belőle. Sok halmozó él magányos életet, de két éve Judith rájött, hogy oka van annak, amiért nehezen tud szocializálódni. Nemrég Asperger-szindrómát állapítottak meg nálam. A többi ember nem úgy gondolkozik, ahogy én, miközben én azt gondoltam. Ennek nincs értelme, és nem értem. Amikor elkezdek beszélni, néha túl messzire megyek, vagy túl sokat mondok. Amikor megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, azt hittem érdekli őket, pedig sokszor csak így köszönnek. Aztán valahogy nem voltak közeli barátaim, és nem értettem miért. Szóval most próbálok egy lépést hátra tenni. Többet figyelni, miközben nem mondok semmit. Egyfajta pajsként hat ez, mintha egy falat építettem volna. Befalasztam magam. Ezzel védem magam a külvilágtól, úgymond. Szóval megtöltöm rendetlenséggel az egészet, és itt senki sem tud bejönni. Így nem kell szociális dolgokkal foglalkoznom, nem kell másoknak segítenem, mert amúgy sem vagyok olyan helyzetben. Valójában viszont magamat szabotálom, és olyan, mintha futóhomokba tévedtem volna. Judith tudja, hogy változtatnia kell. Nem csak a saját mentális egészsége, de a kutyája miatt is. Sokkal jobb lesz neki. Nagyon ügyesen tud már a kis helyeken is átférni. Igen, igen. Szeretsz kotorázni odabent, én pedig nem látom, mit csinálsz. Bizonyítom, hogy problémám van. Valaki vegye észre. Segítségre van szükségem, és nem tudom, mit tegyek. Liverpoolban a 79 éves Joyce boldogan élt ebben a két hálószobás házban élete nagy részében. Most már viszont nem olyan boldog a helyzet. Ez itt a szemetes. Mindent ide dobok be. Imádok ruhákat venni, tényleg.
A hálószobái tömve vannak. A nappalija egy szemétlerakó, ahol egy tartaléksütője is van, a konyha pedig egy rémálom. Ez egy totális összevisszaság. Muszáj kezdeni vele valamit. Ha látok valamit, akkor azt meg is veszem. Azt akarom, hogy az eltűnjön, az is eltűnjön, és akkor végre olyan lehetne a szoba, amilyen régen volt. Sok kis apróságot vásárolok, nem tudom megállni. Nem bírom ki, hogy ne vegyek ruhákat. Most jön a hálószobám. Itt azt szeretném, hogy igazi hálószoba lenne, nem pedig egy disznóhol. Ez már szánalmas. Mint sok halmozónál, nem ő volt az első a családjában. Az anyukám is szeretett gyűjtögetni. Dobozokat, bevásárlótáskákat és hasonlókat gyűjtött. Ahogy a mondást tartja, anyja lánya, nem igaz? Szeretném, ha az egész halom eltűnne. Vissza akarom kapni a házam, hogy olyan legyen, mint rég. Új kezdetet akarok, tényleg újat. És remélem, sosem lesz ilyen többé. Joyce Jo-t, a saját maga által kikiáltott, feltakarító gyereket hívta segítségül. Először azonban neki is látnia kell, mi a helyzet. Eljövünk és megnézzük, mit tehetünk érte. Remélhetőleg meg tudjuk csinálni. Joe tudja, hogy a mozgáskorlátozottak számára a halom egyben egészségügyi veszélyt is jelent. Azért vagyunk itt, hogy mindent megcsináljunk, mert ez így nem biztonságos. Túl sok minden van itt. Joe azonban észrevett valami még veszélyesebbet, ami az egyik leggyakoribb mellékterméke a halmozói létnek. Igen, patkányürülék. Nem tudom, az utcában másnál is vannak-e, de ha igen, akkor sem beszélnek róla. Ezt a témát pedig nem hozom fel, mert hogy hangzana? Nálatok vannak patkányok? Nálam vannak? Nem ez a legnagyobb munka, amelyet csináltam, de az egyik legpiszkosabb szerintem. A patkányhelyzet miatt. A folytatásban Judith nehezen boldogul. Remegek és könnyezem a kartondobozok miatt. Joyce-nál pedig leásnak a probléma gyökeréhez. Friss ürülék van itt. Itt jutnak be a házba. Tessék. Itt is tele van velük. Liverpoolban Joe és csapata felkészült, hogy megszabaduljanak Joyce gyűjteményétől. Minden rendben, Joyce? Igen. Amit szeretnék Joe-tól, az egy szép, tiszta ház. Mert azt talán észhez térítene engem, hogy mit is csináltam az utóbbi években. Felhalmoztam mindent. A kezdés jól sikerült, és mivel Joyce támogatja a takarítást, úgy tűnik a munka egyszerűbb lesz a vártnál. Zsákokba tesszük a ruhákat, levisszük, aztán Joyce eldönti, hogy mi kell neki, és mi nem. Viszont közel 40 évnyi ingóság van a házban, amely egészen addig nyúlik vissza, amikor először költözött ide partnerével, Normannel. Csodálatos volt. Bármit megtett értem, és ő volt a tökéletes úriember. A tökéletes úriember viszont 20 éve meghalt. Azóta pedig nehezen találja az erőt, hogy felülkerekedjen halmozási szokásain. Néha felkelek, és egyáltalán nincs kedvem semmit se csinálni, és ilyen vagyok, míg le nem fekszem. Majd holnap rendet rakok, majd holnap megcsinálom, de aztán sose teszem.
Az általa létrehozott rendetlenség viszont már kezelhetetlen. Tényleg sok itt a patkányürülék. Mehet? A halmozás annyi patkányt vonzott, hogy ez túl nagy munka Joe számára. Egek, ezt nézd meg. Friss ürülék van itt. Így jut meg be a házba. Ehhez szakember kell. Joyce-nak egy specialistát kell hívnia, hogy megállítsa a problémát. Amikor hallom, hogy a folyosón futnak, a gyomrom összerándul. Jaj, csak ezt ne! Lansingben Judith abba szeretné hagyni a halmozást. Ó, az ördögbe, ez nem valami tiszta. Az Asperger miatt viszont, amely az autizmus egyik formája, a saját módján kell ezt megtennie. Ezért felhívta egy régi barátját, Lisát, a rendetlenség anyját, aki nem mellesleg remek takarító is. Oké, nézzük meg. Hát, jó, most sokkal több minden van. Ezek nem voltak itt legutóbb. Lisa egyszer már tett egy sikertelen kísérletet Judith házának kiürítésével, de most sokkal rosszabb minden. Oké, hát ide be sem tudunk jutni. Atya ég, nem is látok be. Kicsikét nyugtalan vagyok, mert nagy munka ez, és sok a tennivaló. De ahogy mindig mondom az ügyfeleimnek, számomra ez nem annyira stresszes, mert nem nekem kell döntenem mindenről. Judithnak viszont igazán nehéz lesz. Megérkezett egy szemetes konténer és némi extra segítség. De hogy Judith belerázódjon, Lisa először inkább kint kezdi. A gondolat, hogy meg kell válnom dolgoktól és gyorsan kell meghoznom a döntéseket, ez lesz talán a legnehezebb. Nem könnyű. Sok emlék köt hozzá, és kár, hogy így néz ki. Nem várom ezt a részét. Eléggé ideges leszek, és sok időbe telik döntenem. Isten áldja. Gyerünk, keres valami nagyot, ami mehet a kukába. Az első dolog, egy dohos párna. Elvihetem én? Elviheted, gyerünk, hajrá, juhú! Na nézzük. Kidobtam. Elkezdődött. A halom egyre kisebb lesz. Ez volt az íróasztali lámpám tinédzser koromban. Most már 51 vagyok, szóval mennyi ideje áll ez itt? Az első darabjaim. Ezek a dolgok mind meghaltak. Igen. Halott flamingó. Ezt ajándékba kaptam anyukámtól. Azt ne dobd ki. Tedd a kertbe. Már ez is elhervadt. Tényleg elengeded? Az ajtó mellett volt. Most még meghagyom, de mire te mész, talán ez is mehet majd. Rendben, jól van, akkor szúrd le valahová a fűbe. A kezdés jó volt, de Judith tudja, hogy nehezebb idők várnak rá. Kicsikét csalok azzal, hogy ideként kezdtem, szóval nem túl nehéz. A nehezebb dolgok még hátra vannak, de először építünk egy kis lendületet. Liverpoolban Joyce halmozási szokásai, amelyet édesanyjától örökölt, hivatlan vendégeket is ide vonzottak. A patkányok. Nem tudom, miért vannak itt, de talán azért, mert túl sok holmim van, és ezért is akarok megszabadulni sok mindentől. Ha ez sikerül, akkor remélem, gyorsan lekopogom, hogy nem térnek vissza. A halom eltakarítása szünetel, amíg Andy a kártékony állatok szakértője megnézi, hogyan jönnek be a patkányok.
Nagyon sok az ürülék, komoly piszkítási nyomok vannak itt, Drew, ha megnézed. Á, igen. Láthatod. Pont ott a lyuknál. Szóval sok az ürülék. A falban van egy lyuk, amelyet korábban vágtak ki. Nekem úgy tűnik, ez egy szellőző lehetett. Joe csapata kitakarította az utat Andy számára, hogy megnézhesse az udvart, de nem azt találja ott, amire számított. A falnak azon az oldalán nyilván van egy lyuk. Azt hittem, hogy idekint is lesz egy, de valójában nincs. Nincsen semmilyen bemeneti pont. Szóval arra gondolok, hogy a patkányok igazából fentről jöhetnek. Lansingben eközben a teletömött ház továbbra is várja, hogy kiürítsék. Nehéz nap vár Judithra. Felkészültél a hátsó szobára? Igen, mély levegő. Nézzük meg. Eldönteni, hogy mit lehet kidobni a kertből, az egy dolog. Szóval a jobboldali hegyet célozzuk, és nem a baloldalit. De Judith kapcsolata a benti halommal már kicsivel komplikáltabb. Rendben, akkor tegyünk csak mindent zsákokba, tegyük az ágyadra, aztán majd átnézzük őket. Igen, ez egy jó terv. Ez a sok minden körülöttem olyan, mint egy meleg takaró, vagy egy extra réteg köztem és minden más között. És ettől nehezen tudok megválni. Tessék, egy újabb zsák. Ha eltakarítottuk, utána mi lesz? Nem igazán tudom, miként birkozzak meg azzal. Már majdnem be tudok menni. Szép munka. Majdnem. Az egy történelmi pillanat lesz. Dobozok. Akkor adom a többi dobozt is. Judithnak van egy terve, hogy a legjobb dolgokat egy adományboltba viszi, a többi pedig megy a kukába. A kartont újra lehet hasznosítani, nem? Igen, kellenek a dobozok az adománybolt miatt, szóval mennyi dobozunk van még? Nagyon sok dobozom van, a kartondobozok igazán hasznosak. Van valami rendszered, hogy mit csinálsz velük? Nem jó, ha engem kérdezel, mert nem tudom, mit tegyek. Ez mehet az ajtón kívülre. Ha túl sok lenne, csak képzeld, milyen lesz, ha végeztünk. Igen, már arra gondolok. A sok döntés ilyen rövid idő alatt Judith legrosszabb rémálma. Remegek és könnyezem a kartondobozok miatt. Elég sok ez nekem. A mennyiség és minden egyéb. Nem vagyok biztos benne, hogy átmozgatni ezt a sok energiát, én... Na igen. Mivel évekig segített halmozóknak, Lisa tudja, hogy az ügyfelek egyre idegesebbek lesznek, ahogy a halom mélyére ásnak, mert ott vannak az emlékek. Nem is tudtam, hogy a nagymamájától is vannak itt holmik, amelyeket az édesanyja örökölt meg, akinek halála után pedig Judith örökölt meg egy csomó mindent. Szóval igazából a nagymamája, az édesanyja és a saját holmiai is itt vannak. Ezeket elöl többnyire a sajátjai, szóval ezzel majd később igazán a mélyére ásunk az egésznek. Liverpoolban Andy tudja, hogy miért vannak gondok a patkányokkal, de még nem találta meg, hogy azok hol jutnak be. Egy halmozó házában a patkányok nagyon sok helyen elbújhatnak, mert annyi minden van itt, hogy észrevétlenek maradhatnak egy ideig. Szóval nincs túl nehéz dolguk. Ez az egész 20 éve kezdődött, miután Norman meghalt. Elkezdtem összegyűjteni mindent, és tudom, hogy hiba volt, hogy nem kellett volna. Jobban oda kellett volna figyelnem a házra, és saját magamra is. Hogy állsz, Drew? Látsz valamit? Sok ürüléket. Sok ürüléket? Egy része még friss. Oké. Legalább 100 van belőlük. Kettesével adom fel neked. Csak tedd valahová a bejárati pont környékére. A patkányok a tetőn keresztül jutnak be. Csali és csapdák kombinációját fogjuk használni. Hallani lehet, ahogy mászkálnak. És kezd nagyon idegesíteni.
Igazából csoki krémet teszünk mindegyik csapdára. Emellett a többi 8 csapdára megy még mogyoróva is. Összekeverem a kettőt. Néha a nutellát szeretik, néha pedig a mogyoróvajat. Egyszer elmentem aludni, és azt gondoltam, ez meg mi a fene? És egy kis patkány volt az ágyban, a párnámon aludt. Ezért nem alhattam az ágyban, így inkább ebben a székben aludtam. Joyce azonban közelebbről hall valamit. Andy? Igen? Ugye tudod, hogy van itt egy? Most? Ebben a szobában, igen. Ott van még? Lansingben áttörés történt. Hát itt vagyunk. Sikerült bejutnunk. Ennek azonban ára van. Igazából rájöttem, hogy az utóbbi 7 évben mind mentem keresztül, amióta anyukám meghalt. Ez az egész a dobozok nyitogatása, mintha tényleg kinyílt volna vele valami, és most előtör. Könnyek hullanak le az arcomon, ami rendben van, mert nem igazán történt még meg. Egyedüli gyerekként Judith nagyon közel állt az édesanyjához. Beteg lett, és kiderült, hogy agydaganata van, ami elég gyorsan jött. Amikor meghalt, úgy voltam vele, hogy oké, meghalt, elment, de aztán jött a felismerés, és sokáig voltam egyedül. Judith édesanyja összes holmiát megörökölte, és nem tudott tőlük elválni, ezért segítséget kért a gyászolási tanácsadótól, Charlene-tól. A gyász miatti halmozás nagyon gyakori. Azt gondolja az ember, hogy ezt meg kell tartanom, ez az utolsó emlékem róla, ami pedig a halmozás más formáihoz is vezethet. Hello! Üdv, Judith! Örvendek a találkozásnak. Én is örülök, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Judith, lehetséges lenne, hogy végigvezetsz engem azon a folyamaton, amikor elkezdődött a baj? Amióta emlékszem, mindig is nehéz volt megszabadulnom a dolgoktól, és tudni, hogy mit érdemes megtartani, és mit nem. Anyukám se tudott elengedni sok mindent. Például rengeteg fakannala volt, meg teli zsákok voltak mindenhol, és szerintem ez... Nem tudom pontosan, hogy jutottam ideig. Judith egyszerűen nem találta meg az erőt ahhoz, hogy el tudja engedni édesanyja holmiait. Itt él bennem, nem kellenek a dolgok, de sokáig mégis kellettek, és amikor szembesülök velük, nehéz elengedni őket. De ugyanakkor már belefáradtam ebbe a sok mindenbe körülöttem. Amikor látod ezeket a tárgyakat, Judith, fel kell tenned a kérdést, hogy tényleg kell ez nekem, vagy akarom-e ezt? Mert létrehoztad ezeket a szokásokat, és próbálod az ismerőset ismeretlenné tenni. Tehát az ismerős ismeretlenné válik. Igen. Érdekes ez a takarítás folyamata, mert az utóbbi napokban sikerült áttörni azt a falat a hátsó szobánál, ahova nem lehetett bemenni. De valahogy a kinyitása, amit nem is én csináltam, mégis úgy éreztem, hogy kinyílt valami bennem is, és máshogy kezdtem el sírni. Vigyázz magadra! Szia! Szia! Sok kis apróságnak kell mennie, amelyekhez szép emlékek kötnek, de meg tudom változtatni. Erre kell emlékeztetnem magamat, hogy nem kell ennyi minden. Az anyukámról van egy fotóm, vannak holmiaim, de tudom, hogy bennem van, és nem kell ennyi minden. A folytatásban Joyce durva emlékeztetőt kap. Szent Isten, vége van? Annyira megijedtem tőle. Judithnak pedig túl sok minden. A mennyiség, mintha minden egyes sarok teli lenne. Liverpoolban Joyce házát ellepték a patkányok. Andy ezért próbálja őket megfogni, hogy végre áttörést érjen el. El kell mozdítanod az asztalt a kandallónál. Oké. Ó, igen, itt is sok az ürülék.
itt hátul. A szőnyegnél is van egy lyuk, szóval azt gondolom, a patkányok itt lehetnek. Most is? Az is megeshet. Csak nézd meg ott a hézagot, hogy van-e ott is ürülék. Igen, sok van. Tényleg? Elég sok van ott a szekrény hátuljában. Tehát a patkányok benne voltak a szekrényben, amely ott van, ahol Joyce szokott ülni. Ez pedig nem jó. Még a fiókodban is van ürülék. Ez annyira szomorú, ami vele történik. Joyce hátrahagyná az egészet, de mégsem tud elmenni a házból, ahol Normannel éltek. Szeretek itt lenni, mert a partnerem is itt volt, és az összes emlék is itt van. Tudom, hogy az emlékeket elraktározhatom itt, de oda nem vihetem őket el, ahová menni akarok. Oké. Nyitva! Joyce, csak Andy vagyok. Jó. Minden rendben? Igen, nincs gond. Rendben, elhelyeztem minden csalit és csapdát. Most pár napig hagyni fogjuk őket. Aztán visszajövök majd, és megnézünk mindent, rendben? Teljesen kész vagyok, hogy őszinte legyek. Múlt éjjel a hálószobámban voltak, és széttépték az összes paplant. Én azért vagyok itt, hogy megoldjam. Az én feladatom ezt elintézni. Nagyon köszönöm, hogy megteszed. Ne légy szomorú, ne sírj, kérlek. Úgy érzem, hogy az egész házam csupa kosz. Meg fogjuk oldani, ne aggódj. Most már itt a segítség. Igen, köszönöm. Lansingben Judith nem tud megválni édesanyja tulajdonaitól, mióta 7 éve meghalt. Kötődöm a dolgokhoz. Talán ezek a műanyagvirágok nem tűnnek soknak, de régen ezekkel dekoráltam, és az anyukámmal mentünk el megvenni őket. Emlékszem, ahogy sétáltunk az utcán, nekem tele volt velük a kezem, és közben hihetetlenül boldog voltam. Judith azonban meghozta a döntését, és már nem akar tovább így élni. Rengeteg dolognak kell mennie. Van pár holmi, amit megmentenék, de a többinek tényleg muszáj mennie. Atya ég, ez zene füleimnek. Legalább már eljutottál erre a pontra, hogy meg akarsz szabadulni tőlük. Szerintem ez csak jó, az igazat megvalva. Teljes mértékben egyetértek. Végig kell menni ezen, végig kell menni a halmon, az érzelmeken, és eljutunk a túloldalra. Nagyon szeretném, ha valahogy nem lennél túl kedves velem. Disney hercegnős hintóágy. Minden lánynak kell egy ilyen. Érzelmes nap volt ez Judith számára, de Lisának van egy meglepetése. Hihetetlen! És azt gondolom, hogy most már ennyivel könnyebb vagy. Végre megszabadultál sok mindentől. Hát... Holnap pedig folytatjuk. Igen. Ez azt jelenti, hogy túl jók voltunk. Jöhet a második szemetes. Tudom, nem is gondoltam, hogy megtöltjük az elsőt, és van egy másik is. Kelleni fog egy másik. In Liverpool. Liverpoolban Joyce háza egy nagy patkánycsapda. Csak változást akarok. Azt akarom, hogy más legyen a hely, hogy leülhessek, és pihenhessek, és itt az idő, hogy leálljak. Joyce azt mondja, anyukájától örökölte a halmozási szokást. Reméli, hogy a tanácsadó Claire talán válaszokkal szolgálhat. Elég érdekes lesz ma beszélgetni vele, hogy lássuk, mire emlékszik, hogy mennyi betekintést tud adni abba, ami vele történik, és hogy milyen mértékben utánozza azt, amit az édesanyjától látott gyerekkorában. Joyce! Látom, hogy éppen zajlik a takarítás. Mindig is nehezedre esett elengedni a dolgokat?
Igen. Régebben anya úgy volt vele, hogy tarts meg mindent, ne pazarold el. Igen, ez volt a helyzet. Amikor anyukám meghalt, engem nem is engedtek be a házba. Főleg, amikor itt volt a nővérem is, Margaret, mert ő csinált mindent. Mindenfélét kidobált, sok holmit. Szóval ez a helyzet. És te inkább úgy viselkedsz, ahogy anyukád. Margaret viszont nem. Ők a szüleid? Igen. Igen, az anyukám és apukám. Miközben sok halmozó a szülei halálát úgy dolgozza fel, hogy megtartja a holmiukat, amikor Joyce édesanyja meghalt, neki nem maradt semmi, csak az emlékek. Őszintén szólva, amikor néha iszom egy pohárral, itt ülök és visszaemlékezek. Sokszor elsírom magam, vagy amikor egy ismert zeneszámot hallok. Eszembe jut az anyukám. Tudom, hogy ő az. Gondolom, nem igazán tudtad meggyászolni őt. Nem, nem. Ennek egy része pedig gondolom a fizikai megvalósulása annak a fájdalomnak. Igen, most igen, egy börtönben élsz, amelyet részben te magad hoztál létre. A saját kreálmányom, a fele az én hibám. Ki kellett volna dobnom? Most már kicsit késő van nekem ehhez, nem igaz? Ne hagyd el magad, sosem késő. Még sok minden vár rád, Joyce. Még élvezheted az életet. Az életet, igen. Szeretném is. Amikor ennek az egésznek vége, akkor elmegyek, és jól fogom magam érezni. Blackpoolba megyek. Jó. Jó ötlet. Szerezd egy olyan sapkát, amin az áll, hogy csókolj meg gyorsan, szoríts meg lassan. Szerintem ez tényleg egy fordulópont lehet Joyce számára, és remélem is, hogy az lesz. Idős ugyan, de tényleg megérdemli, hogy minőségi élete legyen, és boldog évei. Úgy érzem, emiatt kezdtem el mindent felhalmozni, de ez nem fog újra előfordulni. Lansingben megérkezik a második konténer is. A rendetlenség anyjának ma egy erős Judithra van szüksége, hogy végre kiszabadulhasson tárgyai fogságából. Minden rendben van, Judith? Nem teljesen. Igyekszem nagyon, szóval majd lassacskán belejövök, mert elég sok minden történt tegnap. Judith bezárta magát házának egyetlen szobájába. Oké, most mi a következő lépés? Ma a konyha kitakarítása következik. Ez mehet az adományboltba. Jó, hogy ez elkerül innen. Egy villanykörte is kell bele. Ezek is mehetnek az adományboltba. Judith jól áll. Csodákra számítok. Nagyon jól. Hány fakanára van szüksége egy lánynak? Melyik a kedvenced? Ez. Ennek jó a formája, ha szeretnél kiszedni valamit. Ez meg jó, ha éppen el akarod érni a villanykapcsolót. Ez kicsit megrepett, de még használható. Úgy érzem, átgondoltad. Ezeket anyukámtól örököltem, azt mondta mindegyik a barátom. Miközben Lansingben jól állnak a dolgok, Liverpoolban Joyce egy baljós hangra ébred. Igen, ez még kicsi. Kicsi? Ne hozd ide, becsukom inkább az ajtót. Az egyik patkánycsapda aktiválódott. Minden oké, Joyce? Igen, olyan fél hét és háromnegyed hét között történhet. Múlt éjjel? Igen. Igen? Azt gondoltam, ez meg mi a pokol? Szia, Joe! Hello, minden oké? Igen, veled? Itt is. Szóval ma reggel... Hol a lámpa, Drew? Elvileg volt egy nagy csattanás. Remek. Van oda bent egy. Oké. Nyugodtan megnézheted. A farkáról látszik, hogy patkány. Szép napot.
Szent Isten, vége van? Annyira megijedtem tőle. Nagy bum? Bum, igen. Olyan volt, mint Pearl Harbor? Igen. Miközben az éjjeli fogás megy a furgonba, Joe és csapata visszatérhet a fertőzés kiváltójához, vagyis Joyce holmiaihoz. Hogy haladunk, Joe? Nagyon is jól. Valóban? Örülök. El fogsz tőle ájulni. Úgy lesz, nagyon köszönöm, Joe. Joyce végre el tudja képzelni, milyen lesz a kupacok nélkül élni. Nem hiszem, hogy sokáig lesz már szemetes. Olyan lesz, mint egy, hogy is mondjam, egy palota. Bár nem tudom, azok hogy néznek ki. Visszatérve Lansingbe, a második szemetes is megtelt, miközben mindenki segít. Nem akarunk semmilyen drámát ma. Köszönöm. Judith szomszédja Pearl felajánlja, hogy vigyáz a kutyusra. Hogy vagy? Hát te? Hát ez itt már a harmadik konténer, szóval csináljuk tovább. Jó kislány. Könnyű ebbe a helyzetbe kerülni, amely csak rosszabb lesz. Kíváncsi vagyok, milyen különbséget eredményez majd ez nála. Lisa és Scarlett a konyhát fejezik be. Rendben. Most próbálunk helyet csinálni Judithnak, hogy ehessen valahol. Itt van ez az asztal, tele mindennel. Ezt akarjuk lecsökkenteni, hogy legyen hol ennie igazából. Judith pedig a fürdőszobát csinálja. Nem nagyon tudtam fürödni, mert az ajtó nem záródott be, az ablakok pedig nyitva voltak a hátsó szobában, ahová nem tudtam bemenni, úgyhogy túl hideg volt. Valamint a szobát, ahol ő is kutyája él, eszik és alszik. Egykoron rend volt itt. Annyi minden van most itt, mintha minden sarok teli lenne, szóval még bőven van munka. A folytatásban Joyce-t újabb meglepetés éri. Uramisten! Judith pedig új esélyt kap. Az embereket érdekelte, és eljöttek segíteni. Ez mindent megváltoztatott. Miközben Liverpoolban a végéhez ér a takarítás, Joyce reflektál pár dologra. Miután vége, szerintem rendben leszek. Sosem szégyeltem magam annyira, mint most a sok cucc, a kosz és minden más miatt. A 79 éves asszony most végre úton van, hogy lássa a végeredményt. Éveken át halmozott ruhákat, bútorokat, vagy bármit, ami a keze ügyébe került. Atya ég, ez csodás! Csodásan fest, szép és rendezett. Sosem láttam még ilyennek. Pompás munkát végeztetek. A lenti szemétkupacok tökéletes helyet biztosítottak a patkányoknak. De most... Uramisten! A konyhája tiszta. A korábban rendetlen előső szobája. Szintén. Nézzenek oda! El se hinnéd, hogy ez ugyanaz a szoba. Más lett, teljesen más. A túlzsúfolt tévés szoba, melyen patkányokkal teli szekrényekkel osztozott, most újra hívogató lett. Now a haven for Joyce to relax in. Varázslatos, tényleg remek. Nagyon ügyesek vagytok. Fantasztikus munkát végeztetek. Örülünk, hogy tetszik minden. Igen, nagyon tetszik minden. Rendben, Joyce. Igen, viszlát, Joe. Büszke vagyok, hogy megcsináltuk, mert úgy érzem, új életet leheltünk belé.
mivel ezelőtt sarokba volt szorítva. 10-szer jobban érzem magam. Rendezett, tiszta, és Isten adja, hogy ne legyen több négy lábú barátom. Remélem, a jövőben is így marad minden, és rendet tudok majd tartani. Lansingben már csak egy dolog maradt Lisának és Judithnak. Évek óta a földön alszom párnákon. Akkor most jót fogsz aludni. Ezt nézd! És van még egy a tetejére. Ez egy ágy. Igen, és elfér. Már csak annyi maradt, hogy Lisa és Scarlett elvégezzék az utolsó sinításokat. Judith 4 éven átélt halomnyi holmikkal, melyeket nem tudott elengedni. Hello! Üdv az új otthonodban! Annyira izgalmas! Kíváncsi vagy? Gyere be! Judith és a kutyus az előső szobát nappaliként, étkezőként és hálószobaként kezelték. Most viszont csak egy rendeltetése van. Atya világ! Tudtam! Egy nappali! Tényleg az? A folyosóról Judith nem tudott bejutni a valódi hálószobájába. 3 generációnyi holmi torlaszolta el az utat. Most már viszont nem csak bemehet, de ágya is lett. A túlzsúfolt fürdőszobája pedig tágas. Annyira szép! Ráadásul meleg is. Meleg és tiszta. Az ajtó becsukódik, szóval fürödhetek végre. És íme a konyhája. Korábban tele volt pakolva elromlott eszközökkel és kartondobozokkal. Most viszont... Van hol ennem. A padló még sosem volt ilyen tiszta. Mesés. Van helyem is. Ez pazar. Ahogyan átrendezted, nem is gondoltam erre egyáltalán. Sokkal jobb így. A legtöbb embernél, aki halmozási betegséggel küzd, az út elkezdése igazán nehéz. De Judith esetében, akinek egyéb problémái is vannak, a harc még keményebb. Megtanultam, hogy a kiváltó okok nem is azok voltak, amelyeket vártam, szóval tényleg segített nekem ez a folyamat. Szia, anya! Az anyukád végig segített neked. Tudom, hogy így volt. Bíztatott téged, hogy csináld végig. Hiányozni fogsz. Ti is hiányozni fogtok. Folytasd a kemény munkát. Úgy lesz, ígérem. Csodás volt veletek lenni. Megváltoztattátok az életemet, tényleg, mert korábban elsüllyedtem a homokban. Szörnyű volt. Ez volt az egyik legjobb munkám valaha. Minden jót, szia! Gyere, aranyom! Viszont van még valaki, aki nem látta új otthonát. Túszoksz. Egek. Micsoda különbség. Most már büszkén hívlak meg ide, nem szégyellem. Egészen elképesztő. Nagyon jól néz ki minden odabent, és remélhetőleg ezzel jobb lesz majd az élete is. Egy igazi hálószoba. Olyan, mintha a ház haragudott volna rám eddig. Fura, de mintha elege lett volna, és azt akarta, hogy menjek innen, vagy ilyesmi. Most viszont már barátok is lehetünk. Néha láthatatlannak éreztem magam, most viszont az embereket érdekelte, és eljöttek segíteni. Ez mindent megváltoztatott. Imádom az otthonomat. Fülig ér a szám.